Vénusz és Merkur. Két ellenséges bolygó, amely az univerzum történelmének folyamán különböző sorsot szenvedett. Az egyikük forrong a természet legveszedelmesebb erőivel küzdve, a másik egy holttest, amelyet több millió nagysebességű becsapódás sebzett meg. Mindketten a rossz útra tévedt bolygók rettentő példáját mutatják be, Vénusz és Merkur a naprendszerünk belső bolygói. A Földdel és Marssal együtt a Merkur és a Vénusz a naprendszerünk belső bolygói. A Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz bolygók találhatóak a legmesszebb a Naptól, és ezzel a naprendszerünk gázszerű külső világát képezik. Több mint 4 milliárd év alatt a belső bolygók elég csillagközi törmeléket gyűjtöttek össze ahhoz, hogy sziklakemények legyenek. Miért tanulmányozzuk a bolygókat? Egy nap majd további bolygókat kell felkutatnunk, ha szeretnénk sokáig fenntartani az emberi fajt. Ehhez pedig szükséges tudnunk, hogy mi van odakint, és hogy az univerzum milyen titkokat rejteget. Olyan világokat tanulmányozunk, amelyek a megszokottól eltérőek, de a fizikai és kémiai törvényeik nagyjából ugyanazok, amelyekkel a Földön is találkozhatunk. Több millió kilométer választ el minket, de ha jobban megvizsgáljuk a Merkurt és a Vénuszt, rá kell jönnünk, hogy ugyanolyan geológiai tulajdonságokkal rendelkezünk. Ha elmegyünk és közelebbről megvizsgáljuk a Merkur és a Vénusz történelmét, észrevehetjük a hasonlóságot a saját bolygónk történelmével. Naprendszerünkben a Vénusz a hatodik legnagyobb bolygó. A legközelebbi pontja a Földtől 42 millió kilométerre található. A Vénuszon egy év 225 földi napból áll. Egy ember, akinek a Földön 68 kg a súlya, a Vénuszon csak 61 kg-ot nyomna. Vénusz. Amikor az ókori rómaiak felnéztek az égboltra, a bolygó fenséges szépsége magával ragadta őket. Ezért a szerelem és a szépség istennőjéről nevezték el. Ha felnézünk az égre, láthatjuk, hogy milyen gyönyörű látványt nyújt. Közelsége, gravitációs ereje és mérete miatt a Vénuszra sokáig testvérbolygóként tekintettünk. A Vénusz és a Föld már szinte ikertestvérek. Méretben majdnem ugyanakkorák. A Vénusz egy kicsit kisebb, mint a Föld. Tehát, ha a Földet egy kosárlabdához hasonlítjuk, akkor a Vénusz akkora, mint egy futballlabda. A Vénusz áll a legközelebb a Földhöz. Ezért nagyon sokáig a tudósok úgy hitték, hogy a Földünk ikerbolygója. Több évszázadon át a tudósok úgy gondolták, hogy a Földhöz hasonlóan ezt a bolygót is óceánok és esőerdők borítják. Klímájának köszönhetően pedig lehetségesnek tartották intelligens élet létezését is a Vénuszon. Az űrkorszak előtt az emberek úgy gondolták, hogy a Vénusz földszerű bolygó. De amikor sikerült megközelítenünk a Vénuszt, rá kellett jönnünk arra, hogy a bolygó feltételei teljesen mások. Amint kiderült, a Vénusz nem a Föld különleges testvére, hanem sokkal inkább a gonosz ikertestvére. Adva van két nagyon hasonló bolygó, amelyek nagyságra majdnem ugyanakkorák, de a fejlődésük annyira különböző utakat vett, hogy megnehezíti a tudósok számára megérteni a bolygók fejlődése közötti kapcsolatot. Olyan ez, mint egy kísérlet. Veszünk két hasonló bolygót, majd 4 milliárd év múlva láthatjuk, hogy teljesen más fejlődési pályát írtak le. Vizsgáljuk meg az alapvető különbségeket. A Vénusz felszínére többször hatalmas meteorok csapódtak. Az egyik akkora erővel csapódott be, hogy állítólag megváltoztatta a bolygó tengelyforgását is. A Vénusznak nagyon lassú a tengelyforgása. Ezt a fajta tengelyforgást ellentétes forgásnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a többi bolygóval ellentétes irányban fordul meg a saját tengelye körül. Ennek az ellentétes forgásnak köszönhetően a Nap nyugaton kel fel és keleten nyugszik. A vénuszi napok pedig hosszúak. Az az intervallum, amíg a nap felkel és lenyugszik, 8 földi hónapnak felel meg.
de nem az orbitális minta és a hosszú napok teszik a Vénuszt lakhatatlanná és elviselhetetlenné. Az egyik fontos tényező az ellenséges klíma. A bolygó felszínén a hőmérséklet eléri a 480 Celsius fokot, amely 900 Fahrenheit foknak felel meg. A Vénusz a naprendszerünk legforróbb bolygója, az ideutazók látogatása igencsak rövid lenne. Rövid időbe telne, mielőtt mindenki megsülne itt. Talán egy másodpercbe telne, amíg az ide látogatók megsülnének. Ha egy űrhajós űrruha nélkül lépne a Vénusz felszínére, a bőre megsülne, és ő pedig gyorsabban megfőne, mint egy pulyka a sütőben. A rettentően magas hőséget az üvegház hatás idézi elő. Ez ugyanaz a folyamat, amely a Föld klímáját kordában tartja és életet ad a bolygónk számára. Ha megvizsgáljuk a Vénuszt, láthatjuk, hogy ez a közös pont az élet és a halál körforgását is előidézheti. Amikor rájöttek, hogy a Föld hőmérséklete növekszik, a tudósok a Vénusz tanulmányozásával próbáltak rájönni ennek az okára. A globális felmelegedést az üvegházhatásnak köszönhetjük. Itt megragadnak a gázok, és ezért felforrósodik a levegő. Mikor megvizsgáltuk a Vénuszt, rájöttünk, hogy igen, ott is valójában ez történik. A Magellán űrhajó kilövése után megfigyelő szerkezetekkel megvizsgálták a Vénuszt, hogy ki tudják számítani, a Földön mennyire válhat súlyossá a felmelegedés problémája. Az űrkutatásnak köszönhetően sokat megtudtunk a bolygónkról és annak környezetéről. Az üvegházhatást, amiről mostanában mindenki beszél, a Vénusz segítségével fedeztük fel. Amiket megtudtak a Vénuszról, új megvilágításba helyezte a Föld üvegházhatásának törékenységét is. A Vénusz nem volt mindig ennyire forró. Szerintünk a pályája kezdetén a felülete hasonlított a Földéhez. Az óceánjai elvesztését pedig az elszabadult üvegházhatásnak köszönheti. Tehát a Vénusz a tökéletes példája annak, hogy globális változások is történhetnek egy bolygón. Nem szükséges a Vénuszéhoz hasonló klímát előidéznünk ahhoz, hogy gondban legyünk. Elég, ha csak egy kicsit ebbe az irányba mozdulunk, amit sajnos meg is teszünk. A Vénusz tanulmányozásának segítségével tesztelhetjük a klímamodelleket. A számítógépes globális klimatikus modelleknek köszönhetően ki tudjuk számolni a hőmérséklet növekedést a Földön a Vénusz üvegházban ragadt gázainak megvizsgálásával. Hogyan működik a Vénusz üvegház hatása és mitől ilyen forró a bolygó klímája? Ez a kettes bioszféra, amely az Arizona államban található Santa Catalina hegység lábánál helyezkedik el. Ezt az intézetet kutatók egy csoportja alapította, akik egyéb bolygók gyarmatosításának lehetőségeit vizsgálják. Itt található a világ legnagyobb üvegháza. A bioszféra az üvegházhatás tökéletes példája. Ez az üveggel beborított hatalmas épület átengedi a napsugarait, ezért a levegő felforrósodik. Az üvegen áthatoló napsugaraknak köszönhetően a hőmérséklet emelkedik. A levegő felmelegedik, a falak miatt pedig ez a forró levegő nem tud kitörni az atmoszférába. Az ablakok beengedik a hőt és felmelegítik az épületet. Így a növényeknek mindig kellemes klímát biztosítanak. A Vénuszon a gázok nem ejtik fogva a nap melegét, de nagyban lelassítják azt a folyamatot, amelyen át a levegő kiszabadul. Bármely bolygó üvegházhatása során a felszín felforrósodik, mivel az atmoszférában lévő gázok átengedik a napsugarakat, de nem engedik, hogy a forró levegő elhagyja a felszínt. Ugyanaz az üvegházhatás, amely a Vénusz számára végzetes volt, a Földön az élet alapjának számít. Az üvegházhatás nélkül az átlagos hőmérséklet fagypont alatt lenne. Az óceánok teljesen befagynának, és nem hiszem, hogy lenne élet a Földön. Miért ilyen forró? A választ az atmoszféra felépítésében kell keresnünk. A Vénuszon szinte csak széndioxid található. A széndioxid a Vénusz atmoszférájának 95%-át alkotja. Ez az elképesztő mennyiségű gáz pedig magában tartja a meleget.
Ennek köszönhetően erős az üvegházhatás, és ezért sokkal forróbb a levegő. Ennek köszönhető, hogy a Vénuszon olyan magas a hőmérséklet. A Vénuszon a vulkánok képezik a széndioxid és egyéb gázok természetes forrásait. Ezt a folyamatot tanulmányozza Jeff Sutton kémikus a Hawaii Kilauea vulkánon. A felszín alatt atomméretű részecskék gyulladnak be a vulkanikus széndioxid aktivitások folyamán. A gázokat a megolvadt kőzet, azaz a magma hőjének a nyomása okozza. A felszín felé emelkedik és eléri azt a tárhelyet, ahol a forró magma található. A magma nyomása alacsony, ennek pedig az a következménye, hogy azok a gázok, amelyek a nagy nyomás következtében elzáródtak, most felszabadulnak és kitörnek. A Vénusz felszínén valószínűleg ehhez hasonló nyílások vannak. Ezeken a réseken át a gázok az atmoszférába jutnak. Körülbelül 8000 és 30000 köbméter közötti széndioxid szabadul fel naponta ezekből a kamrákból. Évente ez 3,5-5 millió tonna közötti mennyiséget jelent. Ez csak egy földi vulkán. A Vénusznak sokkal több aktív vulkánja van, mint a mi bolygónknak, ez pedig sokkal több mérgező gázt is jelent. Az összes széndioxid feljut az atmoszférába, ezért a Vénusz egyre forróbb és forróbb lesz. Nem csak a 480 fokos hőmérséklet teszi a bolygónk ikertestvérét halálosan veszélyessé az emberek számára. A Vénusz forró felszínétől 48 kilométerre olyan rombolás folyik, amihez képest a 480 fok csak langyos szellő. Fent elektromos pusztítás zajlik, melynek során a villámok elérhetik a 30000 Celsius fokos hőmérsékletet is, ami több millió voltnyi elektromosságot idéz elő. Ez a jelenség akkor következik be, amikor az elektromos töltések ütköznek és szikrát vetnek. Mills Oppenheim bolygófizikát tanít a Bostoni Egyetemen. Diákjaival együtt pedig gyakran kísérleteznek a Bostoni Tudományos Múzeumban. Mesterséges villám bemutatójukon 9 méteres oszlopok segítségével próbálják meg szimulálni a Vénusz villámait. És most pedig kezdődjék az előadás. Nézzék csak! Több millió voltot hozunk létre ezeken az oszlopokon, ezért az elektromosságnak muszáj elszakadni, és ezért szétszakítja a levegőben található molekulákat. Az oszlopokban található levegő a vénuszi felhőkhöz hasonlóan összekeveri a molekulák elektromos eloszlását. A meghasadt molekulák újra rendezik magukat, és ilyenkor keletkezik a villámlás. Ebből lesznek azok a hatalmas villámok. A galaxis robbanó csillagai kozmikus részecskéi villámcsapásokat idéznek elő. Amikor ezek az atmoszférához érnek, szikra keletkezik. Ezek olyan részecskék, amelyek az univerzum távoli pontjairól érkeznek, ütköznek az atmoszférával, és elektromosan töltött részecskék tucatját idézik elő. A Vénuszon nagy kiterjedésű villámlások vannak. Ezek több kilométeren át tartanak, és hihetetlen mennyiségű energiát tárolnak. Általánosságban a Földön egy év alatt 3,1 milliárd alkalommal villámlik. Mennyi azoknak a villámoknak a száma, amelyek eltalálják a Vénusz felületét? Zéro. A Vénusz atmoszférikus nyomása 90-szer nagyobb, mint a Földé, mivel az atmoszférában található gázok sokkal nehezebbek. Ez megakadályozza, hogy a villámok a talajba csapódjanak. Ehelyett a felhők között tombolnak. Túl nagy az ellenállás a levegő sűrűsége miatt. A villámok nem képesek átjutni rajta. Sokkal egyszerűbb a villámoknak felhőtől felhőig kisülni.
A kinézetükön kívül nem sok közös pont van a Föld és a Vénusz felhői között. Mi több, a vénuszi felhőket felépítő anyag annyira ártalmas, hogy könnyedén kiégetni az emberi húst. A Földről néha láthatjuk, ahogy a Vénusz a hajnali és az esti égbolton a ragyogó csillagként világít. Semmi esetre sem lehet elhanyagolni, hiszen fényesen ragyog, ha felnézünk az égre. Ez a ragyogás nem csak annak köszönhető, hogy ez a hozzánk legközelebb eső bolygó, hanem annak is, hogy a Vénuszt fényvisszaverő felhők borítják. A napsugarainak 80%-a visszaverődik a bolygót borító felhőkről. De a vastag burkolás ellenére a Vénusz, ami úgynevezett ikertestvérünk, képes megmutatni természetének gonoszságát. Tudjuk, hogy a vénuszi felhők kénsavból állnak. Ez a sav hasonlít az elemekben található folyadékra. A kénsav kén-dioxidból áll, amelyet a felszínen található vulkánok bocsátanak a levegőbe. Az üvegházhatást előidéző szén-dioxidhoz hasonlóan itt is a vulkánok aktivitásának köszönhetően a gáznyomása juttatja a levegőbe a kén-dioxidot. A gáz és a kén-dioxid káros és mérgező. Ezért gázmaszkokat viselünk, hogy megvédjük a tüdőnket és a légutainkat. A kén-dioxid reakcióba lép az orrban és a torokban található folyadékkal, és kénsavat hoz létre. A kénsav kellemetlen dolog, senki nem szeretné leönteni magát elemsavval. Elővigyázatosan bánunk az ilyen anyagokkal. Alapjában véve a felhők is ebből az anyagból állnak. Ezért nem lenne túl egészséges, ha valaki mondjuk belemártaná a kezét. Ha egy utazó esetleg túlélni a Vénusz kénes felhőit, villámcsapásait, a mérgező levegőt és a perzselő hőséget, vajon mit látna? Hogy néz ki a Vénusz felülete? Jeff Burns vulkanológus az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Intézetének dolgozik, és azzal a céllal járja be a Földet, hogy megértse a belső bolygók vulkanikus aktivitásait. Burns a Vénusz felületét sötét és hátborzongató helynek képzeli el, legjobban a Hawaii-szigeteki Kilauea lávamezőihez hasonlítaná. Nagyon tanulságos itt vizsgálni a vulkánokat és összehasonlítani a Vénusz felületén kialakult vulkánokkal. Lehetőségünk van közelről megvizsgálni a kőzeteket és mintákat venni, amelyeket majd később részletesen elemzünk. A geológusok szerint a Vénusz sokkal több vulkánnal rendelkezik, mint a Föld, amelynek csak 1500 vulkánja van. Számítások szerint a Vénuszon 100 000-től 1 millióig terjedhet a vulkánok száma. A sok vulkánnak köszönhetően a bolygó 70%-át vulkanikus kőzetek teszik ki a Kilauea tájaihoz hasonlóan. A talaj megkeményedik, mikor az olvadt láva lehűl és megszilárdul. A Földön található kőzetek segítenek a legjobban megérteni a többi bolygó kőzeteinek felépítését. A bolygónk bazalt kőzetei sokban hasonlítanak a Vénusz felületére. A bazalt a leggyakoribb láva kőzet, amit a Vénuszon és az egész naprendszerünkben megtalálhatunk. A lávában található ásványok és kisebb kristályok teljes átalakuláson mennek át, hiszen teljesen máshogy néznek ki, amikor magmaként a felszínre törnek. Amikor a láva a felszínre tör, vörösen izzik. De hamar formálódik a tetején egy ezüstös réteg, amely néhány hét alatt feketévé válik. Így jöttek létre a körülöttem lévő kőzetek is. Nyolcezer méteres magasságával a Mount Mons a Vénusz legmagasabb vulkánja. Kitörése során pedig a Kilauea vulkánhoz hasonlóan hatalmas lávacsatornákat hozott létre. Amint látják, a szerkezetének vannak külső részei, itt oldalt, és itt van a belső szerkezet is. Ez valószínűleg hasonlít azokra a széles csatornákra, amelyek a Vénusz felületén sokkal nagyobb méretben alakultak ki.
Elég nagy méretben ahhoz, hogy több kilométer hosszú végtelen csatornák egész sorát alakítsa ki a Vénuszon. A mélységet és a szélességet is számolva ezek a csatornák sokkal hosszabbak, mint a Hawaii csatornák. Ez részben a bolygó környezeti tényezőinek is köszönhető. A sűrű atmoszféra és a magas hőmérséklet miatt az olvadt magma sokkal lassabban szilárdul meg. A gyenge szél és a csapadék hiánya miatt a hőmérsékleten nehezen csökken, ezért több hónapon át parázslik a felszínen, mielőtt megszilárdul. Ha képesek lennénk látni a Vénusz rétegződését, akkor valószínűleg egyik fekete bazaltkőzetet látnánk a másik után. Az is lehetséges, hogy néha látnánk egy kis színt is az oxidálódott vas miatt, amely ilyenkor pirosassá válik. Általában a bazalt elég éles ahhoz, hogy az ember elvágja vele a kezét. Nagyon élesek, vágnak és üvegszerűek. Ráadásul ott vannak a felhők is. A nehéz vénuszi felhők szétárasztják a napsugarait. A Vénusz felszínén a nappalok sokkal sötétebbek, mint itt a Földön. Mivel a fény egységesen eloszlik, nincsenek árnyékok, és a felszínen mindig minden fényben van. Az atmoszféra felépítése miatt pedig minden narancssárgás színben játszik. A tájat formáló mély kanyonok és csipkézett hegységek egész az egekig nyúlnak. A bolygó legmagasabb pontja a Maxwell Mons. A Maxwell 11.000 méter magas, tehát jóval meghaladja a Mount Everest 8.848 méteres magasságát. Ez a hegység jóval magasabb, mint bármely a Földön található földrajzi forma. Testvérbolygónk tehát már lekörözte egyik csodánkat, de vajon a vénuszi terep hogyan viszonyul bolygónk másik büszkeségéhez, a kanyonokhoz? Az amerikai Grand Canyon egy szerteágazó hasadék, amelyet 250 millió év alatt a Colorado folyó vált ki magának. Amikor a Colorado fennsík több millió éve felemelkedett, a víz több energiát kapott arra, hogy átvágjon a kanyonon és elkoptassa a sziklákat. A Vénuszon található kanyonok is erózió által keletkeztek, de ezt a folyamatot nem a víz folyása eredményezte. A vulkanikus rendszerek is képesek kanyonok kialakítására olyan anyagok által, amelyek folyékonyak és nem túl ragadósak. A Grand Canyon csak egy része annak a területnek, amelyen átfolyik a Colorado folyó. A Vénuszon található csatorna nem csak a Grand Canyonnál, hanem az egész Colorado folyónál hosszabb. Ha a rómaiak tudtak volna a vulkánokról, a savas felhőkről, a villámokról, a mérgező levegőről és a perzselő forróságról, valószínűleg Iker bolygónkat nem a szerelem és a szépség istennőiről nevezik el. Ez nagyon vicces, mivel a rómaiak természetesen semmit sem tudtak a Vénuszon uralkodó körülményekről. Most, több ezer évvel később, miután felfedeztük ezt a bolygót, nem egyezik a véleményünk azzal, amit őseink vallottak. De vajon mi a különbség testvérbolygónk a Vénusz és a kozmikus erőszaknak folytonosan áldozatul eső Merkur között? A Földtől 77 millió kilométerre található Merkur porral lepett hegységei és kopár síkságai belepik az egész bolygót. A bolygó színtelen, nem olyan színes, mint például a Mars, a Föld, vagy esetleg a Vénusz. De
Dr. Robert Storm, az Arizonai Egyetem Hold és Bolygókutató Laboratóriumának vezetője már 35 éve vizsgálja a bolygó geológiai felépítését. A Merkur a legbelső bolygó. Nagyban különbözik a naprendszer összes többi bolygójától. A naphoz a legközelebb a Merkur áll, alig 57 millió kilométer távolságra a csillagtól. A bolygó nem rendelkezik holdakkal. A Merkurnak nincs légköre. Ezt az égitestet szabad szemmel is láthatjuk a szürkület óráiban. A Merkur átmérője 60%-kal kisebb, mint a Földé, így a naprendszerünk legkisebb bolygójának számít. Túl kicsi ahhoz, hogy elég erős gravitációs mezővel rendelkezzen egy saját légkör megteremtéséhez. A gravitáció a tárgy tömegétől és a bolygó nagyságától függ. Minél nagyobb a tömeg, annál erősebb a gravitáció. Ebből következik, hogy a Merkur gravitációja sokkal gyengébb. Mivel a bolygó gravitációs ereje gyenge, ezért egy 68 kg-os személy a Merkúron csak 25 kg-ot nyomna. A bolygók mérete fontos, főleg ha a bolygó belső hőjét vesszük alapul, amely szükséges minden geológiai tevékenységhez. A belső konvektív áramlatok, amelyek egy bolygót irányítanak, megálltak és megfagytak. Ezek nélkül nem lehetséges geológiai tevékenységek előidézése. Ez történt minden valószínűség szerint a Merkurral is, életének talán első milliárd évében. Azok a napok, amikor a Merkur belső hője vulkánkitöréseket és földrengéseket okozott, már rég a múlté. A Merkur egy halott bolygó. Mit értünk halott alatt? Vajon a magja még aktív? Minden valószínűség szerint nem. Lényegében egy olyan bolygó, amely már 4 milliárd éve halott. Ennek ellenére a Merkur még mindig kering. A rómaiak szárnyas sarkakkal rendelkező gyorslábú küldöncükről Merkurról nevezték el. A Merkur 88 földi nap alatt kerüli meg a napot. A Merkur kering az összes bolygók közül a leggyorsabban. Viszont a saját tengelye körüli forgásának a sebessége messze a legalacsonyabb. Mennyi idő alatt fordul meg a saját tengelye körül? Majdnem 180 nap alatt, azaz több mint fél év alatt. A nap gravitációs ereje árapály súrlódást hoz létre a Merkuron belül, aminek köszönhetően lassabban fordul meg a saját tengelye körül. Ez azt jelenti, hogy a Merkuron egy év rövidebb, mint egy nap. Ez a nehézkes keringés pedig egyedi időjárási viszonyokat hoz létre. 6 hónapon keresztül a nap felőli oldal eléri a 430 Celsius fokos hőmérsékletet is. A sötét oldalon viszont a hőmérséklet mínusz 184 fokig csökken. Elég ideje van arra, hogy a nap felőli oldala felmelegedjen, és elég ideje van ahhoz, hogy a sötét oldal teljesen lehűljön. Annak ellenére, hogy közel van a naphoz, a Merkur ege teljesen fekete. Legjobban a Föld csillagos éjszakáihoz hasonlít. Az ég fekete. Az ok, amiért a Földön kék az ég, a légkör. A nitrogén szétszórja a fényt, és ez az oka annak, hogy a Földön az ég kéknek tűnik. A Merkur nem rendelkezik légkörrel, így az égbolt fekete. A római legenda szerint Merkur volt az, aki feltalálta a box sportágát. A valóságban a bolygó rengeteg ütést kapott az égi arénában. A Merkur felületébe több millió meteor és aszteroida csapódott, amely a felszínen felrobbant. Ennek az oka az, hogy a bolygónak nincs légtere, amely megvédené. A légterünk egyfajta védőburokként védelmezi bolygónkat.
Mikor egy kisebb tárgy egy puskagolyó sebességének tízszeresével a légtérbe ér, a levegő molekulák hatására gázzá válik. A Földet ez a csodálatos pajzs, amit mi légtérnek hívunk, minden kisebb tárgytól megvédi bolygónkat. A kisebb, gyengébb tárgyak még azelőtt elpusztulnak a légtérben, hogy a bolygónk felszínére érkeznének. Mivel nincs saját légtere, a Merkurba több millió aszteroida és meteor csapódik. Ennek eredményeképp a Merkurt kráterek borítják. Egy lépést sem tudunk tenni a Merkuron anélkül, hogy egy kráterre ne bukkannánk. 1974-ben a Mariner 10 űrszonda feltérképezte a bolygó felszínének a felét. Köztük az általunk látott eddigi legnagyobb krátert is. A legszembetűnőbb sajátosság, amit a Mariner 10 feltérképezett, a Caloris medence, amely egy 1500 km átmérőjű kráter. 1500 kilométeres átmérő. Ez majdnem akkora távolság, mint ami Róma és London között van. A kutatók szerint a becsapódó vasmeteorit több mint 100 kilométeres átmérőjű volt a becsapódás pillanatában. Pillanatokkal a becsapódás után szeizmikus hullámok futottak ellentétes irányba egyenesen a szféra másik oldalára. Ezek a szeizmikus hullámok a bolygó másik oldala felé tartottak, majd találkozásukkor szó szerint szétfeszítették a felszínt alkotó lemezeket. A szeizmikus turbulencia hatására a bolygó kérge megrepett, és bizarr sziklák keletkeztek. Az egész bolygót furcsa földrajzi formák borítják. Nem létezik rájuk szakkifejezés, mivel az egész domborzat kialakulása mesterséges, furcsa módon történt. Az egész domborzat gyűrődés útján keletkezett, és geológiai szempontból érthetetlen egyes formák kialakulása. Az egész úgy néz ki, mintha valaki összegyűrte volna a felszínt. A kráterek hirtelen 10.000 méter széles és 2.000 méter magas hegyekké váltak. Alapjában véve a felszín hirtelen változása több kilométernyi területen is végbe ment alig néhány perc leforgása alatt. Szörnyű lehetett. Megszámlálhatatlan meteor és aszteroida becsapódás érte a Merkur felszínét. Mára a bolygó legjobban egy laposra vert csillagközi holttestre hasonlít. A Merkurhoz hasonlóan a Föld felszínét is érhetik űrbéli támadások. Az arizonai nagy meteorkráter a Föld egyik legjobb állapotban lévő krátere. Ez a hatalmas medence a sivatagos talajon segített a tudósoknak megérteni, hogy mi történik, amikor egy meteor becsapódik a Merkurba. A becsapódáskor a felszabadult energia végig söpör a felszínen, és több tonnányi sziklát sodor magával. Ezek a sziklák formázták ezt a tálalakú mélyedést, valamint több kilométeren át kőtörmelékekkel borították be a térséget. Ugyanez az energia alkotta a kráter falait is, és a hátam mögött látható sziklákat felemelte. A becsapódás hatása következtében a sziklák nem voltak törékenyek, hanem sokkal nyúlósabbak, karamellszerűek voltak. Ez a jelenség a kráter becsapódások egyik jellegzetessége, nem csak a mi bolygónkon, hanem az egész naprendszerben. Most képzeljék el, hogy mi történne, ha az a hatalmas aszteroida, amely a Merkuron a Caloris medencét alkotta, becsapódna a meteorkráter helyére. Egy hatalmas robbanással kezdődne, amely megolvadt anyagokat ballisztikus röppályán szórna szét, amelyek bekerülnének a Föld atmoszférájába, és meteoreső formájában újra talajt érnének. A sok hullám egy 12.000 kilométeres körzetben felszakítaná a felszínt, és 600 méter magas cunamikat indítana el. Hatalmas cunamik alakulnának ki a Föld minden részén, és a partvidékeket teljesen elmosnák. Las Vegast,
Salt Lake City-t, San Franciscót és Los Angeles-t eltörölni a föld színéről. A becsapódás után az energiahullámok több ezer kilométeres távolságra is kiterjednének. Ezek a szeizmikus hullámok a becsapódás ellentétes oldalán gyűlnének össze Afrika partjain, Madagaszkár mellett az Indiai óceán fenekén. Hirtelen egy hegység törne elő az óceán fenékről, és megalakulna a furcsa merkúri domborzati forma. Ez egy hihetetlenül nagy földrengést eredményezne a Föld minden pontján. Ez a meteorkráter még mindig aprócska lenne ahhoz a medencéhez képest, amelyet a Caloris becsapódása Merkuron hátrahagyott. Ez a homorú felület az Egyesült Államok egynegyedét foglalná el. Egy ilyen méretű tárgy az államok nyugati partvidékének nagy részét eltüntetné, ha egy nap Arizonára zuhanna. Egy másodperc alatt megváltoztatná a partszakaszt. A Merkur kráterei ikonszerű alakot adnak a bolygónak. Ez a himlőhelyes bolygó nagy titkokat rejt. Amikor az Arecibo-i radar Puerto Rico-ban a Merkur sarki övezetét vizsgálta, egy olyan dolgot talált, amely mai napig is foglalkoztatja a tudósokat. Elsősorban jeget. A naprendszer egyik legforróbb bolygójának sarkvidékén jég van. Az ok, amiért ott jég van, a kráteres felszín. A sarkvidéken található kráterek belseje állandóan árnyékban van. Ez azért van, mert keringési pályájához képest a Merkur függőleges helyzetben van, tehát egyes kráterek alja soha nem kap fényt vagy hőt a naptól. De a bolygó nem rendelkezik víztartalékokkal, így hát felmerül a kérdés, hogy hogyan került oda a jég. Egyes tudósok szerint a titokzatos jég egy üstökösről származik. Az üstökösök sziklákból, porból, gázokból és jégből állnak. A naprendszerünk távoli zugaiban alakulnak ki, ahol sokkal hidegebb van. Lehetséges, hogy ez a jég csak a kráterek legalján található? Vagy lehetséges az, hogy máshol is van jég, csak éppen beborítja azt a por, így is megvédve a napsugaraitól? Nem tudjuk. Az üstökös becsapódásokon kívül még egy természeti erő alkotott a Merkur felszínén krátereket. Ezeket a krátereket nem az égből becsapódó tárgyak alkották. Ehelyett egy földszerű erő teremtette őket, egy erő, amely a bolygó belső magjában született. A Merkur. Ha jobban megvizsgáljuk a felületét, a tudósok szerint a krátereket nem csak aszteroidák, üstökösök és meteorok alkották. Természetesen a legfőbb természeti erő, amely a Merkur felszínét formázta, az üstökös becsapódása volt. A második legfontosabb dolog, amely a felszínt alakítja, a vulkanizmus. Annak ellenére, hogy nem találtunk mindent elsöprő bizonyítékot vulkánok létezéséről, úgy gondoljuk, hogy a múltban voltak vulkánkitörések. Az Arizona állam Phoenix városától 3 órára található elhagyott legelő kapcsolatban áll a Merkur vulkanikus történelmével. A kráterek kialudt vulkánok. A geológusok azt gyanítják, hogy ehhez hasonló vulkánok borítják a Merkurt is. Ez egy vulkánkúp. Mögöttem láthatják a krátert is, amely tipikusan a vulkán közepén helyezkedik el. Ezek a vulkánok nagyban különböznek a Merkur vulkánkúpjaitól. Mivel a Merkur gravitációja kisebb, az ott található vulkánkúpok sokkal szélesebbek és laposabbak.
A vulkán kitöréseket az okozza, amikor a megolvadt kő, azaz a magma nyomása sokkal nagyobb, mint annak a sziklának az ereje, amely lezárja azt. A nyomás két ok miatt, a túl sok magma vagy a túl sok gáz miatt növekedhet. Amikor egy vulkánban a nyomás megnő, csak egyetlen irányba törhet ki. A láva robbanásszerűen a felszínre tör. A nyíláson keresztül egy tűzeső lepi el a területet. Ha a nyomás elég nagy, a láva kitörés akár a 100 méteres magasságot is elérheti a Földön. De a Merkuron, az alacsony gravitáció miatt a láva kitörés elérheti az 500 méteres magasságot is. Annak ellenére, hogy az arizonai vulkánkúpok hasonlóságot mutatnak a Föld és a Merkur között, egy a Merkuron történő vulkánkitörés szemtanúja egészen különleges élményekkel gazdagodna. Először is légtér nélkül hamu, kőtörmelék és füstcsóva borítaná be az egész környéket. Ez az anyag légüres térbe kerülne, mivel a Merkurnak nincs atmoszférája. Ennek következtében ez az anyag darabjaira hullana. Másodszorban a Merkuron nem hallanánk a kitörést. A Merkurnak nincs légtere, tehát a hang nem tud közlekedni. Tehát ha valaki a Merkuron gitározna, hegedülne vagy zongorázna, senki nem hallaná meg, mivel nincs légtér, amin át a hang rezegne. Ez azt jelenti, hogy a bolygón teljes csend van. ...1974-ben a Mariner 10 a Merkur alig 45%-át tudta megvizsgálni. 30 évvel később a NASA felküldte a Messenger űrhajót. Ez az űrállomás az egész bolygót fel fogja térképezni felbecsülhetetlen információkkal látva el a türelmetlen tudósokat. Látni akarom a másik oldalát is. Nem tudom, hogy ott mi van, és ez a kérdés már több mint 35 éve foglalkoztat. Vajon az az oldal is olyan, mint a másik, vagy van ott valami más is? Annak ellenére, hogy már elkezdtük ennek a kis törpének a kutatását, még mindig nem tudunk pontos választ adni arra a kérdésre, hogy mennyire is hasonlítunk erre a bolygóra. A Merkuron és Vénuszon található kegyetlen állapotok ellenére a saját bolygónk megvizsgálásával fel tudjuk fedni a többi bolygók szépségét és kellemetlenségét is. Az univerzum egy mérhetetlenül hatalmas tér, mi pedig csak morzsák vagyunk benne. De nem vagyunk elszigetelve. Láthatjuk, hogy mik történnek a többi bolygón. Ezek a változások hirtelen történtek a múltban, és bármikor megtörténhetnek a Földön is. A kutatások bővítik a látókörünket, és rá kell jöjjünk, hogy mennyire különleges környezetben élhetünk. Az univerzumban pedig még élhetnek hozzánk hasonló élőlények is. Ez a fejlődés, ez a kutatás az, ami szerintem a legfontosabb. Mikor befordulunk egy sarkon, és új eszmékkel találkozunk, mindig tanulunk. Ez a fejlődés pedig a jövő záloga.